Amikor betegek vagyunk, lázas betegek vagyunk, akkor orvoshoz kell fordulnunk, és otthon kell maradni, meggyógyulni, és nem kell kitenni annak a közösséget, amiben dolgozunk, élünk, tanulunk, hogy tőlünk megkapják azt a megbetegedést, azt a influenza vírust, amiből ők is megbetegedhetnek. Az oltottak mindig egy védettséget hoznak a közösség számára is, ezért szoktuk az oltásokat hangsúlyozni. Az influenzának is lehetnek olyan súlyos szövődményei, amikor egészen triviális, hogy még a mondjuk a reggel 8 órán sem érdemes megvárni. Ilyen súlyos szövődmény lehet például a nehéz légzés esete, de súlyos szövődménynek tekinthető egy magas láz is, hogyha az illető beteg mondjuk alapvetően mondjuk gyermek vagy idős, rossz fizikumú, tehát egy magas láz csillapítása is azonnali beavatkozást igényel. A harmadik tünetként azt is el lehet mondani, hogy ha valaki például tudatzavart vagy eszméletvesztést produkál, akkor szintén a segélyhívás mellett kell dönteni. De én azt gondolom, hogy ezek már valóban a súlyos szövődménye az influenzának. Ezek az esetek, amikor viszont a 104-es telefonszám felhívásával azonnali segítséget kaphatnak.